daráló, ami nem szeletelő, amiben nincsenek repülőmalacok, amiben nem tudtam meg semmi újat, és nagyon szexi a hangom, figyelj csak, Sziasztok, a mai daráló egy nagyon különleges daráló, és nem azért, mert ez a 15. rész, és ez nem prím szám, és ez senkit sem érdekel, hanem mert Kenry portál pályáját fogom bedarálni. És hogy ez miért különleges? Mert ismerem Kennyt és szeret makacskodni, úgyhogy ma extra szigorú leszek. De nem csak ezért leszek szigorúbb, hanem mert tudom, hogy nem ez az első pályája. Egy tapasztaltabbtól természetesen már többet várhatunk el, hogy igényesebb pályát építsen. Az első dolog a pálya címe, tehát Portál, mert a Portál című játékot akarja feldolgozni, átdolgozni, nem is tudom minek nevezzem. Tehát a történetet azt nem követi, az irányítás az ugyanaz, vagy hasonló. A hangulatot is próbálta átemelni. De nem volt az az érzésem, hogy itt is Shell vagyok. Inkább az az érzés volt, hogy ez a Portál világában játszódó egy másik történet, egy másik tesztalany története. Na de inkább lássátok a saját szemetekkel. A pálya úgy kezdődik, hogy ráesünk egy gombra. Üdvözöllek, GLaDOS vagyok, de szól is csak nyugodtan GLaDOSnak. Most végig kell... Várjunk csak, Ácsi. Nem volt kezdőszoba. Mindjárt a pályán vagyunk? Ez nagyon furcsa. Biztosan láttatok már olyan végigjátszást, vagy voltatok már úgy pályával, hogy valahol voltatok, vagy a pálya közben, vagy a pályán kívül, de nem a kezdőszobában. És mi volt az első gondolat? Hogy rossz helyen vagyok. Úgyhogy... hát... kivételesen tudom, hogy Kenry direkt csinálta úgy, hogy mindjárt a pályával kezdődik, de a helyzet az, hogy itt szerintem a játékosok nagy része azt fogja gondolni, hogy hopp, rossz helyen vagyok, nem volt kezdőszoba, nincsenek szabályok, nincsen semmi útmutatás. Merész próbálkozás, de én inkább nem javaslom. Tehát a játékosnak tudnia kell az, hogy mik a korlátai, milyen játékmódba kell játszania, ha fontos az időjárás, a napszak, vagy a chat szélesség, hogy hány csánkot töltsön be a pálya, azt ugye közölnünk kell vele. Itt nincsen semmi ilyesmi, és kicsit az az érzés, hogy vaktában játszunk. A Minecraft világa teljesen rombolható és építhető. Egy kalandpálya arról szól, hogy mi ennek határokat szabunk, hogy nem lehet rombolni, nem lehet építeni, ne legyenek szörnyek, stb. Ezért fontos megadni egy pálya elején. Egy külön játéknál ez elnézhető, hiszen annak egy saját világa van, saját irányítása van, ott a játékos abban tud mozogni. Egy kalandpálya esetében viszont arról van szó, hogy egy játék a játékban. Itt nem hagyhatjuk el ezeket a szabályokat, hiszen ezek hozzák létre a pályát. Persze korábbi pályákból jön a tapasztalat, hogy nyilván adventure mód, meg nyilván ne rombolj, stb. De azt hiszem érezhető, hogy sokkal intelligensebb egy pálya, ami nem hagyatkozik ilyesmikre. Olyan ismeretekre, ami nem biztos, hogy mindenkinek megvan, hanem mindent tisztáz. Na de haladjunk a pályával. Tehát... üdvözöllek, GLaDOS vagyok, de szól is csak nyugodtan GLaDOSnak. Most végig kell menned egy sor teszten, mellyel tesztelni tudod az Aperture Science egyik legújabb találmányát, a Portal Gunt. Roppant egyszerű a használata, ám biztos vagyok benne, hogy te, mint halandó ember, így sem fogod megérteni. Van az első slotodban egy íj, ennek a neve piros. Ez értelemszerűen piros portált lő, és mi van a második slotodban? És mi a neve? Akkor mi az, mit lő? Érted már? Ne hazudj! Először is juss le onnan, ahol most vagy. Ez a szöveg inkább volt Kenrys, mint GLaDOSos. A rosszul mondott angol szavak direkt voltak. Ez a Portal Gun, ez nekem nagyon furcsa itt. Ha nagybetűvel írta volna, oké, azt mondom az a neved, de így kisbetűvel, itt csak olyan hatása van, mint az egy liter waternek. És tényleg van nálunk egy piros meg egy kék, és kaptunk pár effektet. Vajon gondolta arra, hogy ha meghalok, akkor elvesznek? Nem próbálom ki, van egy olyan érzésem, hogy meg fogom tudni. Egy emelettel lejjebb újabb nyomólap, fogadok, hogy ugrottál. Igaz, miért is használna egy szuper titkos műszert, amiről a halandók csak álmodnak. Viszont tényleg használnod kell. A szöveggel kapcsolatban csak annyi, hogy GLaDOStól furán hangzik ez a fogadok, hogy ugrottál, hiszen az eredeti játékban mindenben van kamerázva, minden egyes lépésünket látja, úgyhogy neki nem kell tippelnie, hogy mit csináltunk, hanem tudja mindig. Egyébként tetszik ez a poén, csak nem érzem GLaDOSosnak. Akkor lássuk működés közben a portalgunt, és nem működik. Ugyanis nem kaptam semmilyen infót arról, hogy melyik verzióba indítsam el, csak annyi tudok, hogy 1.8. Kész. Szerencsére a trailerből meg lehet tudni, hogy pontosan melyik snapshot. A következő másodpercekben azt láthatjátok, hogy hogyan próbálok bemenni a portálon sikertelenül.
ugyanis nem kaptam semmilyen leírást arra, hogy hogyan használjam. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ugyanúgy, mint az eredeti játékban, ha már az dolgozza föl, de fél perc szórakozás után kiderült, hogy nem, a padlóba kell lőni, és rá kell állni, és akkor lehet utazni, tehát falon keresztül nem lehet. Gondolom mondanom sem kell, hogy ha kitaláltok valami újfajta irányítást, akkor arról részletes leírást kell adnotok, hogy tudja a játékos, hogy mi a helyzet. Még akkor is, ha azt az irányítást egy másik játékból veszitek, hiszen nem biztos, hogy mindenki ismeri. Lehet, hogy én csináltam valamit rosszul és valójában működik, de akkor is szebb lett volna leírással. Egy újabb nyomólap, mindig egy arany pressure plate jelzi a helyet, amivel tovább léphetsz a következő szintre. Teleport, csicsásfal, kiírás, ha úgy érzed kicsi és jelentéktelen vagy, és még egy egyszerű falatot sem tudsz megcsinálni, akkor nyugodtan használd a compa Neon Tsubeot, csak dobd a pressure platere. Mindig a sárga szekciókon juthat compa Neon Tsubehoz. Egyszerű feladat, el kell hozni a doboz, tetszik ez a megoldás, hogy odaadja. Másik platformon mi van? Nem értem, miért mentél fel oda. Újabb pressure plate. Ha üvegre lősz portált, miután átmész a párján, szabadon választhatod, merre mozogj. Tetszik, hogy bővítette a portál fegyver lehetőségeit. Pluszpont. De ácsi. Nagyon furcsa ez a benne vagy az üvegben is onnan jössz ki. Tehát az ember azt gondolná, hogy ha beleteleportál valaki az üvegbe, akkor az ketté vágja. Szóval, ha azt mondaná, hogy ez nem üveg, hanem valami energiamező, akkor sokkal emészhetőbb lenne. Újabb pressure plate, fölfele is tudsz portált lőni. Ha az arcodba potyog valami, akkor az azért van, mert ahogyan ti emberek mondjátok, szar a játék. Ez úgy hangzik, mintha a pálya tudna saját magáról, tehát tudná, hogy ő csak egy pálya. Ezt megint ellentétesnek érzem, hiszen az eredetiben semmi ilyesmi nincs. Egy gomb, nem azzal a gombbal, te Oktondi. A nyomólap pedig a gombbal kilőheted a compa Neon Tsubeot, miután beledobtad a részbe. Értem a poént. Következő üzenet, úgy néz ki, hogy lesznek lövészrobotok is. Ó, hogyhogy nem angolul írta. Turret vagy Aperture Science Sentry Turret. De nézzük tovább, ez a sajnálatos, vagyis nekünk annyira nem, mert könnyen pótolható vagy. Na ez most tényleg galadoszos megszólalás volt. Mindegy, a te érdekedben mondom, hogy került ki a lézereket. Én a helyedben egyáltalán nem lépnék a narancsszínű veszélyzónára. Akkor sem, mikor a lézer kialszik. Érdekesség, hogy itt vesztette életét egy Csabusa nevű tesztalany, mikor megtudta, hogy órajel generátor működteti a szerkezetet. És egy újabb pálya, ami kinyírja Csabusát, már írom is a listára. Hoho, itt van valami. Torta? Nem. Ez a Minecraftos The Cake is a Lie. Tetszik. A következő részen egy darabig szórakoztam. A lényeg az, hogy a rendszer érzékeli azt, hogyha erre a narancsszínű mezőre lépsz, és megöl. Tehát nincs ez, mint a portában, hogy el tudsz sprintelni előttük. Tetszik ez a megoldás. Viszont volt, hogy visszapattant a nyilvessző. Nem tudom, hogy miért, de emiatt szórakoztam ilyen sokáig ezen a részen. Újabb üzenet, tehát még egyszer, a lapisblokk nyitja az ajtót, a sárga a compa Neon Tsube, az andezit az instrukció, a szivacs pedig... Várj, elfelejtettem, mit csinál a szivacs. Ja igen, megölt téged. És meghalok a narancssárga mezőtől, még akkor is, ha nincs a közelben lövészrobot. Már azt hitted, meg fogsz halni, mi? És most? Hogyan tovább? Költői kérdés volt, én természetesen tudom, de te nem. Ha lennének érzéseim, most sajnálni tudnálak téged. Ezen a részen az a csavar, hogy bele kell lőni a lávába, mert valójában alatta van még egy szoba. Az utána lévő szobában van egy ötletes dolog, ami poén, de egy kicsit sem portálos. Az építmény tulajdonképpen a láva labirintus itteni megfelelője. Végigmentünk rajta gyalog is, de hát ott van nálunk a portalgun. A végén pedig egy üzenet, remélem volt annyi eszed, hogy a portalgunt használtad. Az egyik dolog, hogy remélem. Tehát nem kell remélnie, hiszen elvileg mindenben van kamerázva és lát. A másik dolog pedig, hogy elvileg ezek a narancssárga mezők azt mutatják, hogy hová lőnek a robotok, most a közelbe sincs egy robot sem. Gondolhatjuk azt is, hogy ezek azok az energiamezők, amik megölnek, ha hozzáérünk, viszont azoknak meg nem ilyen alakjuk van. Szóval itt megint ellentétet érzek az eredetihez képest. Magadat is ki tudod lőni, sajnos nem elég távolra.
egész jól megoldotta ezeket a dobbantókat. Sőt, a mechanizmus az nagyon tetszik, az alakja az kevésbé, viszont az, hogy nincsen hozzá semmilyen leírás, az meg végképp nem tetszik. Már a teszt végén jársz, ez az utolsó teszt, válasz melyik ajtón mész tovább. Az egyik ajtó az erdőben nyílik, de mégsem tudunk kimenni, mert láthatatlan fal van. Ez szerintem egész portálos befejezés. Viszont a hozzá kapcsolódó üzenet már annál kevésbé. Köszönjük, hogy tesztelted az Aperture Science termékét, a Portal Gunt, de mindenek előtt, hogy végigvitted a mapot, meg egy liter water. Most pedig szabadon távozhatsz. Na mi lesz már? Nem akarsz elmenni? Ha-hó, indulj már! Jól van, legközelebb így segítsen neked a robot. A másik ajtó egy tortához vezet, ami azonnal megöl. Poén. A végeredmény. Természetesen végigpróbáltam a portához hasonlítani, hiszen a pálya úgy, ahogy van, átvette a címét. Szóval ebből az ember azt gondolná, hogy akkor nyilván jobban követi, szorosabban követi az eredeti játékot. De én inkább azt mondanám, hogy ez a portál világában játszódó egy történet volt. Mint ahogy azt az adott helyeken jeleztem is, voltak benne elemek, amik számomra szembe mentek a portál hangulatával. Történet sem volt igazán, a GLaDOS-nak csak annyi szerepe volt, hogy bemutatta a pálya elemeket. A feladatok se voltak nehezek, hiszen nagyrészt csak arról szóltak, hogy bemutassanak egy új pálya elemet. Ebből a szempontból teljesen jók voltak, viszont az egész pálya erről szólt, szóval nekem olyan érzésem volt, hogy az egész nagy, egy nagy oktató mód, minthogyha az egész pályának, a teljes pályának így kivágtuk volna az oktató részét, és azt játszottuk volna. A portál fegyvert ügyesen megoldotta, nagyon látványos lett, tetszik. Viszont ránéztem a Restone-ra is, és láttam, hogy három jelgenerátor is fut egyszerre. Ez igazából csak az én szememben mínusz. Én szeretek spórolni az ilyesmin. Elég lett volna egy jelgenerátor is. Tehát ez volt Kenry portálpályája. A kézikönyv óvjon titeket.